A fiatalember egyik érdekessége az, hogy autószerelő létére gyűlöli az autókat. Nincs is jogosítványa, mert szerinte az autó az emberiség lassan ölő mérge. Elhatározta hát, hogy olyan energiát fog előállítani, ami nem szennyezi a környezetet. Úgy érezte, hogy több éves munkájának a gyümölcse most végre megérett, úgyhogy szólt a Fókusznak. Gondolták volna, hogy egy egyszerű vidéki fiúból, akinek nincs diplomája, sőt érettségie sem egyszer még nagy feltaláló lesz? Mert hogy, ahogy ő mondja, ő sosem hitte volna magáról. De elhatározta, hogy bebizonyítja, hogy egy vidéki ember is ér annyit, mint egy fővárosi. Bár ez igazából szerintem nem is kérdés. Kevesen tudják Turán, de a faluban él egy feltaláló. Varga Viktor ideje nagy részét az üvegezett verandán tölti. Rajzol. Én egy olyan dolgot találtam fel, amely az ez eddig ismert motorátviteli rendszereket leegyszerűsíti, illetve a motor jobb kihasználhatósági fokát garantálja. Az autószerelő szakmunkásból lett Pék, most munkanélküli, de cseppet sem elkeseredett. Van tennivalója bőven. Lazításképpen például a kerti munka várja, de káposztaszedés közben is máshol jár az agya. Elérek egy kritikus pontot, szinte fáj a fejem tőle. Tehát annyira csúcsom van az agyam, hogy lehet, hogyha megkérdezné tőlem valaki, hogy kétszer kettő mennyi, annyira rajta vagyok a téma, hogy nem válaszolnék. Nem azért, mert nem tudnám, mert nem tudnék ráhangolódni. Tehát teljesen agyilag rajta vagyok. Ezen a dolgon ez jár, látom magam előtt. Tehát megyek, akárhol megyek, nem a környezetet látom, hanem ezt látom magam előtt. Gondolkodok, egyfolytában gondolkodok. A család türelmes. A feleség is jól tűri, hogy férje szinte egész nap csak ábrándozik és rajzol. Szeretném, hogyha híres tervező lenne. Ő miatta is, a gyerekek miatt is, és az egész életünk miatt. És szerinted sikerülhet? Szerintem igen. Én most egyelőre egy nyugatatlan és elégedetlen ember vagyok, megmondom őszintén. Egyrészt azért, mert ez a találmány még nincs az emberek számára elérhető helyen. Másrészt azért, mert nincs pénze a találmány menedzselésére. Azért az ember gyanút fog, hogy Viktornál esetleg nincs minden rendben, amikor azt közli, hogy először a perpétum mobilét, azaz az örök mozgót találta föl, majd egy olyan házat, amely minden természeti csapásnak ellenáll. Mert ugyan nem lehetetlen, hogy a képzett tudósokat és az egész emberiséget évszázadok óta foglalkoztató kérdésekre pont egy turai munkanélküli autószerelő leli meg a tökéletes választ, de első hallásra elég hihetetlenül hangzik mindez. Én hiszek ebben, hogy a falusi ember is képes arra a dologra, amire nagy felfedezők voltak, nagy feltalálók ez eddig. Viktor a legutolsó találmányára a legbüszkébb. Szerinte az általa megálmodott áttétel az autók kedvezőbb energiafelhasználását teszi lehetővé. De a lényeg nem ez. A lényeg az, hogy a szerkezet, kiötlője szerint, forradalmasíthatja az egész energiaipart. Arról van szó, hogy úgy tudnék előállítani energiát, hogy a környezetet egy pici mértékben sem szennyezni. Tehát teljesen környezetbarát gép ez. Gyermek ilyen naív, szimpatikus, őrült, természetesen idézőjelben az őrült szó, vagy zseni. A fiú minden esetre vállalta, hogy a fővárosba utazik, és ott a műegyetemen megmutatja rajzait egy elismert tudós koponyának. A találkozó létrejött. A két férfi a rajzokba mélyedt, és közönséges földi halandók számára érthetetlen szavakat, kifejezéseket használva elbeszélgettek egy szűk órácskát. Az egyetemi tanszéket egyébként szinte hetente keresik föl őrültebbnél őrültebb ötletekkel az önjelölt feltalálók. Ez nem az, tehát én azt gondolom, hogy itt azért fölismert egy igényt, amit megpróbált valamilyen módon megközelíteni, és támadt egy ötlete. Most az, hogy ez nem tudhatta, hogy ez műszakilag esetleg nem megvalósító, ez nem az ő hibája. Tehát ez itt jön az, amikor valaki olyan irányba kell terelje, vagy ő neki kell többet tanulni hozzá, hogy ezt megértse. Örülök a fél sikernek. Azért fél siker, mert még fejleszteni kell rajta, de elméletileg jó, tehát azt mondta nekem a doktor úr, hogy jó. Ha valaki mellé oda tudna állni, és mondjuk ezt az energiát, vagy ezt a vehemenciát, amit ő mondjuk erre fordít, ezt úgy valaki koordinálna, aki azért ismeri a világot nagyon mértékben, akkor azt hiszem, hogy ez jó irányba terelhető. Büszkén megyek a faluba, haza. És hazament. A többit majd meglátjuk.